Köszöntjük Önöket az Árnyék Kormány sajtótájékoztatójáról, innen Sziget-Szentmiklósról, ahol az elmúlt évtizedek legsúlyosabb olajszennyezése történt. 2020. decemberében valaki itt a mögöttem látható Natura 2000-es területre több ezer liter fáradt olajat engedett be. Ezzel több mint 1800 négyzetméteren súlyos természetpusztítást végzett, és az élővilágot is elpusztította. De ennek az ügynek az égvilágon semmi következménye nincs, miközben az adófizetőknek több 100 millió forintjába került, hogy ezt a területet egy kicsit rendbe hozzák. Az Árnyék Kormány szerint ez elfogadhatatlan, és nem fogjuk hagyni, hogy ezt az ügyet is eltusolják. Éppen ezért többek között a legfőbb ügyészhez fordulunk, és megkérdezzük, hogy mégis mit művelnek ebben az ügyben, miért nem találják meg a tettest, hogyan kívánják megtalálni az elkövetőt. A Dobrev Klára vezette Árnyék Kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után többek között azért, hogy ilyen ügyek ne fordulhassanak elő. Hogy a mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat kapjunk, hogy a természetrombolás helyett szigorú környezetvédelmi szabályokat alkossunk, és hogy a milliárdos elit kiszolgálása helyett egy igazságos Magyarországot építsünk. Most pedig átadom a szót Kocsis Évának, a Demokratikus Koalíció Sziget-Szentmiklósi polgármester jelöltjének. Sziget-Szentmiklósi lakosként különösen felháborítónak tartom azt, amit a folyónkkal tettek. Ráadásul még mindig nem tudjuk, hogy ki a felelős mindezért. Ez a példátlanul súlyos bűncselekmény, ha most következmények nélkül marad, akkor hogyan lehetünk abban biztosak, hogy nem fordul elő újra hasonló cselekmény? Vajon az eljárást azért szüntették meg, mert a gyanúsított kötődik gazdasági vagy közéleti befolyásos szereplőkhöz? Az ügyben a Demokratikus Koalíció országgyűlési frakciója Pintér Sándorhoz fordult írásbeli kérdéssel, és magam is kíváncsian várom a belügyminiszter válaszát. A Demokratikus Koalíció szerint egy felelős városvezetés nem nézheti tétlenül, hogy tönkretegyék városunkat, Sziget-Szentmiklóst. Polgármester jelöltként elkötelezett vagyok abban, hogy felkutassuk a felelősöket, és ne hagyjuk következmények nélkül ezt a súlyos bűncselekményt. A Dobrev Klára vezette Árnyék Kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. A mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, természetpusztítás helyett tudatos környezetvédelmi programot, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk.